Ez a világnézet a mikrofon mögött Nagy Bató Imre, a mai vendégünk pedig Schiffer András, volt országgyűlési képviselő ügyvéd. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásokat. Köszönöm szépen. A mai adás során pedig a, a szuverenitás törvényről fogunk beszélgetni. De talán kezdjük azzal, hogy mi is az a szuverenitás. Szuverenitás, hogyha magyarra le akarjuk fordítani, önrendelkezést jelent. Tehát innentől kezdve nyilván visszatudunk, és vissza is kell nyúlni oda, hogy elsősorban az egyéneknek, a polgároknak, az embereknek az önrendelkezésére kell gondolnunk, és ebből tud tudjuk átélhetővé tenni az egyes közösségeknek, és a legnagyobb léptékű, még átélhető értelmezhető közösség a nemzetnek, egy nemzetállamnak a szuverenitását, önrendelkezési szabadságát. Most, hogyha nemzetállami keretről beszélünk, akkor a szuverenitásnak legalább kétféle megfogalmazása van. Tágan, hogy az egész közpolitikai mozgástere egy országnak az kizárólag a saját polgárainak az akaratától függjön. Ez nyilvánvaló, hogy a globalizáció korában ez így önmagában, mint célkitűzés, utópia, de ettől még ez a szép benne, hogy törekedni érdemes rá. De... Itt rögtön hozzá kell tennem, hogy ahhoz, hogy egy nemzetállam tényleg szuverén legyen, vagy a szuverenitásra hatékonyan tudjan törekedni, ahhoz mellőzhetetlen az is, hogy az államon belüli egyes közösségeknek az önrendelkezési szabadságát és szuverenitását tiszteletben tartja, sőt a polgárainak az önrendelkezési szabadságát is tiszteletben tartja, ezért is diszonáns az, hogy a 12. alaptörvény módosítás, szuverenitás védelmi passzusai közé beékelték ezt a bizonyos digitális azonosítót, amelyik alapvetően kezdi ki rövid távon az egyéneknek a szuverenitását, hiszen a megfigyelő állam kövét tette le éppen a NER, vagy teszi le július amikor ez a passzus hatályba fog lépni, és hosszú távon pedig, amit egyik kezével véd, mint nemzetállami szuverenitás, azt a másik kezével könnyen lehet, hogy mostással a kormány azzal, hogy a ö, ö, univerzális digitális azonosítóval ö, gyakorlatilag hozzáférhetővé teszi a saját polgárainak az adatait, ki tudja ki mindenki számára ahhoz a, az idők folyamán. De visszatérve beszélhetünk úgy szuverenitás védelemről hogy az egész közpolitikát gor gorcsú alá vesszük, és akkor azért azt lehet elmondani, hogy ez korán sem merül ki abban, hogy bármilyen jogos követelést törekvés, hogy a választások azok valóban helyben dőljenek el, és ne külföldi think és különböző befolyásoló szervezetek manipulálják a választói akaratot egy országban. Na de azért mégiscsak ott kezdődne a magyar szuverenitás védelme, hogy számot vetünk azzal, amit az elmúlt évtizedek felhalmoztak, hogy mind az energiarendszerünk szélsőségesen kitett, mind a termelőkapacitásaink döntő része is külföldi kézen van. Tehát az az ország, amelyiknek az energiarendszere ennyire függ külső forrásoktól, és amelynek a termelőkapacitásai nem hazai kézben vannak, ráadásul amelyiknek a jogrendszeréből az offshore lovagokat még mindig nem sikerült kiseprűzni, ott könnyen lehet, hogy és minden szuverenitás védelmi egyébként helyes törekvés. Ugye Magyarországnak a, a szuverenitása mind a NATO, mind az EU által valamilyen szinten korlátozva van. Ön látta -e erre bármi esélyt, hogy ez a szuverenitás védelmi hatóság bármiben tud a magyar szuverenitás védelmében fellépni? az Európai Unióhoz történő csatlakozásnál azért azt fontos megegyezni, hogy a korabeli alkotmány kettő per nagy az úgynevezett csatlakozási klauzula, ami akkor egy MSP fidesz megállapodás volt 2003-ban, és aztán ezt vette át betűről betűre az alaptörvény, az nem azt tartalmazza, hogy Magyarország lemond a szuverenitásáról, azt mondja, hogy bizonyos Szuverenitásból eredő jogosítványait a többi tagállammal együtt, illetve az uniós, tehát a közös szervezeten keresztül gyakorolja. Ez látszólag egy jogászkodás, de azért ez egy nagyon fontos ö, ö, elem, hogy az uniós csatlakozásra mi nem mondtunk le pro forma szuverenitásunkról. A NATO csatlakozás, én ezt így gondoltam 97-ben is, amikor kampányoltam ez ellen, szerintem a NATO csatlakozás az eleve problematikus volt. A hidegháború után, hidegháború vége után, amikor egyébként ebben a rosszonál része van Anta József néhai miniszterelnöknek, sikerült a Varsói Szerződést végre felszámolni, semmi nem indokolta tovább az, hogy amerikai csapatok állomásozzanak Európa területén, és semmi nem indokolta, hogy a NATO tovább terjeszkedjen Kelet-Európában, én ezt így gondoltam a 90-es években, és most sincs okom ezt másként gondolni. Az más kérdés, hogy vannak bizonyos biztonságpolitikai realitások. Nyilvánvaló, hogy ha már egyszer ebbe belekerült Magyarország, és az egész biztonságpolitikai stratégiáját úgy tervezte az elmúlt negyed században, hogy a NATO tagja ehhez képest költötte el a védelmi költségvetését, akkor nyilván az nem reális célkitűzés, hogy már holnapra ebből mi kilépjünk, vagy semlegesek legyünk. De megjegyzem, hogy a mai napig nincs indok annak, hogy a 90-es években mi szükség volt a NATO bővítésére. Én erről ezt gondolom. A szuverenitási védelmi, a szuverenitási védelmi törvény kapcsán, ami egyébként az én meglátásom szerint ennek nagyobb a füstje, mint a lángja, tehát valójában nagyon pici előrelépés történt, és rengeteg kis kapu nyitva maradt továbbra is, tehát messze nem elégséges az, amit ez a törvény tett. Ott azért vissza kell oda nyúlni, hogy valójában mi az egész szuverenitás-védelmi politikának az alapja. Tehát a, a, egy demokratikus politikai közösségben azért a legfontosabb alapelv mégiscsak az, ami a egy betereli a politikai közösség tagjait. Tehát, hogy az a feltételezés, hogy bennünket, Magyarországon vagyunk úgy nagyjából 8 milliónyian, minden világnézeti különbözőség, politikai valási különbözőség ellenére, családtörténeti különbözőség ellenére, a közö közös hazasorsát illetően több minden köt össze, mint amennyi összeköt bennünket a kalmasin tengeren túli eszmetársainkkal. Ha valaki ezt a feltételezést tagadja, tehát úgy gondolja, hogy őt akár Magyarország sorsát illetően is több köti össze tengeren túli eszmetársával, mint a saját totálisan ellentétes világnézetű honfitársaival, akkor ez a legalapvetőbb demokratikus alapelvet tagadja, megrúgja fel. Most ebből az alapelvből, tehát hogy van egy fundamentális lojalitás egymás iránt, mint polgártársak iránt egy közösségben, egy demokratikus politikai közösségben, hívjuk ezt nemzetállamnak. Ebből viszont, és hogy a demokratikus döntéseket egymással vitatkozva nekünk magunknak kell meghozni, amely döntések végső fokon kijelölik a közös hazasorsát a későbbiekre itt ö, nem lényegtelen azért tisztán látni, hogy ezt az alapelvet, ami az egymás iránti lojal, a közösség tagjainak az egymás iránti lojalitását feltételezi, ez az alapelv mennyiben sérül. Tehát az, hogy anélkül, hogy itt bárki, bárki, bárki bárkit ki akarna, vagy be akarna tiltani, meg akarna büntetni, és a többi, és a többi. Legyen tiszta kép arról, hogy mennyiben Próbálják meg a magyar demokratikus politikai közösség viszonyait ö, olyan erőcsoportok befolyásolni, akiknek az érdekei egyszerűen nem azonosak a közös hazáival, lehetnek nagyon derék emberek, csak egész egyszerűen mások az érdekei, mint a ö, Magyarország nevű államnak, demokratikus politikai közösségnek. Szerintem ezt jó tisztán látni, ahogyan ezt ugyanígy gondolják mondjuk Washington DC-ben, és rengeteg más nyugati demokráciában is. Tehát itt nincs új nap alatt, hogy egy országnak, egy demokratikus politikai közösségnek a saját nemzetállami szuverenitását figyelnie, védenie kell. Ha ezen csorba esik, akkor a közös célok, tehát a közös hazának a képviselete az bizony komoly kihívásokkal tud szembenézni. Nekem, ami a hivatallal bajom, az nem azok a jogosítványok vagy célkitűzések, amiket megkap, Két problémám van. Az egyik, hogy az elmúlt 13-14 évben, tehát a NER -a alatt már azért azt megszokhattuk, hogyha valamit nem tudnak megoldani a rendelkezésre álló eszközökkel, akkor életre hívnak egy újabb hatóságot. Ezt időnként az Európai Bizottság is javasolja a Lázs integritás hatóság, amire pontosan annyira semmi szükség, mint a szuverenitásvédelmi hivatalra. Ugye azt is, hogyha az ügyészség meg a számbevőszék tenné a dolgát, akkor fő sem erülne. Most itt is arról van szó, hogy amilyen jogosítványokat megkapott a Szuverenitás Védelmi Hivatal, ezek a jogosítványok nem ismeretlenek a magyar állam életben. 95 évi 125-ös törvényt, a Nemzetbiztonsági Szolgálatokról szóló törvényt annak idején úgy fogadták el az MSZPSZDSZ kétharmad idején, 1995-ben, 96. január 1-en lépett hatályba, hogy ezek a jogosítványok többnyire delegálva lettek a polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatokhoz. Kik nem teszik a dolgokat. A 2022-es választás után, amikor megalakult, ha jól számolom, 5. Orbán kormány téjük, az 5. Orbán kormány a miniszterelnök személyes felügyelete alatt létrehoztak, ha jól emlékszem, úgy hívják, hogy Nemzeti Információs Központ. Úgy látszik, az se teszi a dolgát. Tehát az Nekem, ami kritikán van, az egyrészt az adófizetői pénz, adóforintoknak a pocséklása, hogy vannak működésképtelenségek a, az államaparátusba, és azt nem helyrehozza az Orbán kormány, hanem újabb, akkor újabb egységeket hoz létre. A másik probléma, ami, hogyha következetesen végigviszem a bevezető gondolatot, akkor hm, maga a szuverenitásvédelmi hivatal egy szuverenitás probléma, mert nekem a legnagyobb gondom a NER közjogi berendezkedésével az, hogy szaporodnak az önálló szabályozó szervek és autonóm államigazgatási szervek, mint például a Szuverenitás Védelmi Hivatal, mert miközben azokra a tevékenységekre, amiket a Szuverenitás Védelmi Hivatalhoz delegál a 23 évi 78-as törvény szükség van, a gond az, hogy miután ez egy autonóm államigazgatási szerv, hogyha 26-ban megbukik Orbán Viktor, Történetesen 2026-ban kormány többséggel rendelkezik Dobrevklára, megalakul az első Dobrev Klok kormány, a szuverenitás védelmi hoz a regnáló miniszterünk nem fog tudni hozzájárulni. mi, hát azért lássuk be, hogyha a népszuverenitás mégiscsak a parlamenti többségen keresztül nyilvánul meg, ahogy ezt Orbán Viktor is szereti hangsúlyozni, az mégiscsak egy probléma, hogy a szuverenitás hatóság felett a mindenkori kormány többség nem rendelkezik autoritással, és ezért probléma az, hogy nem a titkosszolgálatok között próbálnak rendet vágni, hiszen a titkosszolgálatok fölött rendszerváltás óta mindenkori kormány többség rendelkezett autoritással. Egyebekben nyilvánvalóan azok a funkciók, amiket a 23.78-as törvény a szuverenitásvédelmi hivatalhoz rendel. Én, én olyan nem értem, hogy ezek miért lennének a sajtószabadsággal szembeni kihívások. Olyanok vannak, amik a Nemzetbiztonsági törvény alapján is létező, de sajnálatos módon nem gyakorolt vagy nem kellő színvonalon gyakorolt funkciója titkos szolgálatoknak. nevezetesen, hogy vizsgál, elemez, értéke. Kinek van ezzel baja? Miért baj az, hogy van egy szuverenitásvédelmi hivatal, amelyik külső befolyást legyen az külföldi állam, külföldi szervezet, tehát magánszervezet, ezeknek a befolyását a magyar politikai döntéshozatalra elemzi, vizsgálja, értékeli. Ennek a hivatalnak nincsenek titkos szolgálat, tehát nyomozati lehallgatás, hogy most egyszerűben fogalmazok, nem hallgathat le senkit, ö, nem indít büntetőeljárást, nem foganatosít szankciót. Tehát ez a funkció, amit betölt a szuverenitás védelmi hivatal, ez egy olyan funkció, amit minden épeszű állam egyébként ö, gyakorol, foganatosít, a létfenntartása múlik ezen. Ö, jegyzem meg, maga a pozíció az Lánci Tamásnak van teremtve, kiváló politikai elemző, nyilvánvalóan érteni fogja a dolgát, de azzal együtt, hogy mondom, mind az autonóm állami szerv szervkonstrukcióval bajon van, és bajon van azzal is, hogy miért nem a létező állami szerveket Sarkalják munkára. Még annyi, hogy azért volt ö, fura az, a, ö, az egész kirohanás, ugye külföldről is. Hát az Amerikai Egyesült Államokban ennél sokkal keményebb szuverenitásvédelmi törvény van hatályba. mert azért ugye 22 tavasza óta látjuk, hogy Magyarországon különböző magánszervezetek előszeretettel tesznek jelentéseket, meg szerveznek konferenciákat az orosz deszinformációról és manipulációról. Nagyon helyes. De miért gondoljuk azt, hogy ha ezek szerint, mondjuk a Political Capital szerint az oroszok dezinformálnak, manipulálnak, ahol az oroszok meg a kínaiak, keletiek dezinformálnak, manipulálnak, miért gondoljuk azt, hogy akkor az amerikaiak nem teszik ugyanezt? Szerintem a szuverenitás védelmi hivatal. Tehát egy magánszervezet, mint a Political Capital, szabadságában áll, ezután is szabadságában áll konferenciákat szervezni arról, hogy az orszok hogyan dezinformálnak és manipulálnak az online térben, a magyar médiában, és a többi, és a többi. A védelmi hivatalnak viszont nem az a dolga, hogy egy szegmensben vizsgálja ezt, hanem az egész képet vizsgálja, hogy keletről, nyugatról milyen befolyásolási törekvések vannak, és erről szolgáljon tiszta képpen mind a politikai döntéshozók, tehát a parlament és a kormány, de a választópolgárok irányába is. Én nagyon remélem, hogy a szuverenitás védelmi hivatal nem csak azt fogja föltárni, hogy Amerikából milyen guruló dollárok miért, milyen szándékokkal, milyen megfontosulások alapján érkeztek, azt is föl fogja tárni, hogy adott esetben az oroszok és a kínaiak hogyan próbálják befolyásolni a magyar politikai döntéshozatalt, hogyan szivárognak be társadalmi szervezetekbe gazdasági szereplők közé. Ugye itt önnek a kérdésben volt egy kitétele, hogy kulturális szervezetek vagy sportszervezetek, igen, hát például azt is tudjuk, és ez, bocsánat, itt nincs olyan nap alatt, ez az Európai Unióban például már napi renden van, hogy ugyanez a szuverenitásvédelmi kérdés, hogy például az iszlamista csoportok előszeretettel különböző kulturális, szociális sportszervezeteken keresztül próbálnak befolyást szerezni Nyugat-Európában is, ezt láttuk ugye október 7-e után, de a volt Jugoszláviában is, megjegyzem, ez Magyarország számára, de nekünk a déli határunktól 60 kilométerre van a hercegovina ez alapvető politikai kérdés. Tehát például az, hogyha nem is közvetlen Magyarországon, de Magyarország szomszédságában nem is feltétlenül külföldi államok, hanem iszlamista csoportok, milyen fedő csoportokon keresztül próbálnak befolyást gyakorolni. Tehát Összességében szóval én akkor lennék a legnyugodtabb magyar állampolgárként, hogyha nem egyszerűen Magyarországon születne meg egy ilyen törvény, és valamilyen állami hatóság tenni ebbe a dolgát, mondom szerintem erre a polgári titkosszolgálatok vannak törvényileg hivatva, hanem az egész Európai Unióban elindulna egy szuverenitás védelmi politika, hiszen itt nem pusztán Magyarország szuverenitása van kihívás alatt, hanem az Európai Unió is, az Európai Unió, hogy ezt Emmanuel Macron is megfogalmazta egy évvel ezelőtt, nem a maga ura, Ferenc pápa hasonló mondatokat mondott el itt Budapesten. Hanem azt gondolom, hogy a XXI. században a legnagyobb csata az valójában nem nemzetállamok között zajlik, hanem a globális nagyvállalatok részéről éri egy óriási kihívás, a demokratikus, meg a kevésbé demokratikus nemzetállamokat. És ennek a küzdelemnek a kivetülését látjuk a mindennapi hírfolyamban, a különböző fegyveres konfliktusokban is. A hazai sajtóban kétféle értelmezés jelent meg ennek a hivatalnak. Az ellenzéki sajtóban megjelent az, hogy ez egy AVH-hoz hasonló szervezet, ami arra jött létre, hogy az ellenzéki sajtót megfigyelje, és hogy elvigye az ellenzéki újságírókat. A másik oldalon pedig kicsit így elbagatrizálva azt mondja, ez igazából egy think tank, és hogy ennek olyan sok jelentősége nincs. Pontosan ez a hivatal, ez, ez mit tud tenni, milyen eljárásokat, ugye mondtam, hogy eljárásokat nem, nem tud de hogy mi az, amit képes meghozni, mi az, amiben képes segíteni a kormányt, és mi az, amire nem képes. Na, akkor menjünk sorba. Egyrésztről én nyilván családi okokból kifolyólag én legalább annyira allergiás vagyok arra, amikor az AVH-val viccelődnek, meg az AVH-t, AVH, fölhaszn AVH ö ö emlékét fölhasználják napi politikai, küzdelmekre, mint amikor a holokausztal szórakoznak, és próbálják ö, napi analógiaként felhasználni. Tehát ö, szeretném jelezni, hogy az AVH annak idején embereket meggyilkolt, megkínzott, tönkretett nekem. A ö, 7, éves apámat a testvéreivel együtt az AVH vittel el Budapestről is telepítette ki. Az AVH kínoszta meg a nagyapámat, kínoszta halára a dédanyámat. Ne szórakozzunk már. Ne szórakozzunk már. A másik, hogy szerintem felelős nem csak politikusoknak, újságíróknak is azért, amikor egy törvényről állásmontat alakítanak ki, az a dolguk, hogy olvassák el a normaszöveget. Tehát nem csak, hogy a az AVH kifejezés vagy az ABH analógia durván sérti azoknak az érzékenységét és azoknak az emlékét, akik megszenvedték az ávos terort az 50-es években, hanem egyszerűen nem felel meg a valóságnak. Mert ö, adott esetben korhatalmi szerveket nyilván némi túlzással, de még meg is értem, hogyha terrorgépezetekhez hasonlítanak olykor, de konkrétan arról van szó, hogy a szuverenitás védelmi hivatal, hogyha lesó hivatalozzák, akkor azzal még egyel közelebb járnak a valósághoz. A szuverenitás védelmi hivatal nem alkalmazhat erőszakot senkivel szemben, nem hajthat végre gyakorlátozó intézkedéseket, tehát nem folytathat titkos megfigyeléseket, ahogy a rendőrség meg a titkosszolgálatok folytathatnak ilyet. Jegyzem meg a titkosszolgálatok számára ezt a jogosítványt az új magyar demokráciában, az MSZP-SZDSZ többség telepítette oda a 95 évi 125-ös Ilyen jogosítványai a szuverenitásvédelmi hivatalnak nem lesznek, nem tud elhallgattatni újságírót, jelentsen ez bármit, nem tud bezáratni szerkesztőséget, hál' Istennek, senki nem tud ma bezáratni szerkesztőséget, főleg a közösségi platformok korában azért ez okozna némi problémát, még szerintem Észak-Koreában vagy Iránban is. Vizsgál, elemez, értékel. A vizsgál, elemez, értékel hogyha ezt a külső befolyásolásra vetítjük rá, mondok, ez akár külállam, akár külföldi gazdasági lobbycsoport, vagy éppen vallási fundamentalista mozgalom, ezekre vetítjük rá, azt gondolom, hogy ez olyannyira elementáris érdeke minden államnak, hogy ezt már az MSZP-SZDSZ a Nemzetbiztonsági Törvény megalkotásánál fontosnak tartotta, sajnálatos módon az elmúlt negyed században ez nem működött. Másként olyannyira fontos dolog, hogy ma már éppen az elmúlt hónapokban az Európai Unió döntéshozói is elgondolkodtak ilyesmin, elsősorban nyilván az október 7-e utáni ö, ö, különböző iszlamista megmozdulások kapcsán. Tehát az, hogy a külső befolyás, ami hangsúlyozom, egyaránt, ugye az egyik oldal szeret úgy csinálni, mint hogyha a külső befolyásolás és dezinformációs kísérlet, kísérlet kizárólag keletről érkezne. A másik oldalon a kormány, nekem, bocsánat, a természetesen nincs ö, semmiféle illúzióm, hogy nyilván ö, Rogán Antalék a szuverenitás védelmi hivatalt is föl fogják használni a kormány propaganda céljára. Hogyne? Mint hogy minden mást is. Ők szeretik úgy láttatni, mint hogy a, a magyar szuverenitás kizárólag Amerikából szembesülne kihívással. Ennek a hivatalnak viszont az a dolga, mind keletről, mind nyugatról föltárja azokat a próbálkozásokat, amelyek a magyar nemzetállami szuverenitást érik, és ne legyen illúzió a mai világban, hogyha egyik oldalról érkezik egy dezinformációs, manipulációs befolyásolási kísérlet, akkor az a másik oldalról is érkezik, Szerintem egy ilyen jogalkotásnak, egy ilyen hivatalnak az a célja, amit a, annak idején a klasszikus úgy énekelt meg, hogy ne, ne legyünk játékos semmiféle szélnek. Se keleti, se nyugati szélnek. Akkor igazából ennek a hivatalnak, ha jól értem, az lenne a célja, hogy mind a nyugati, mind a keleti dezinformációt nyíltan is kijelenti, hogy ezek nyugati, illetve keleti dezinformációk, és ezekre nem érdemes hallgatni. Ezt te, tegye transzparensé, hiszen azért az ilyen típusú befolyásolási kísérleteknek a legnagyobb erejük abban rejlik, hogyha rejtve maradnak. Én azt gondolom, hogy a jogalkotónak az elsődleges célja nem több, mint hogy kihúzza a napfényre a befolyásolókat. Innentől kezdve az a kérdés, hogyha ennek a hivatalnak és ennek a törvénynek annyi a puszta ambíciója, hogy kihúzza a napfényre azokat, akik egyébként valójában külérdekeket próbálnak bevinni a magyar döntéshozatali folyamatokba, akkor miért kell kiabálni ö, emiatt? Nem az, senki nem, ö, tehát ez, illetve nem mondom is, ez a törvény a sajtószabadságot biztos, hogy nem korlátozza, nem érinti, nincs is nevesítve, az más kérdés, ne legyünk naivak, szerte a világon, a befolyásolási kísérleteknek nyilvánvalóan terepe a média is. De itt annyi történik, hogy ezt napfényre kívánja hozni ez a jogalkotás. Miért probléma ez? Ugye van egy rész a törvényben, hogy a választói akaratot negatívan befolyásolni kívánó szervezetek ellen kíván ez a hatóság fellépni. Ebben ebbe hogyan jelenhet meg a közösségi média? Hiszen a közösségi médiában is számos olyan videó terjeng, ami ugye a akaratot szeretné befolyásolni. Hogyan lehet értelmezni ezt a tapasztalatot? Hát először is azt, hogy negatívan azt hagyjuk, hogy mi az, hogy negatív meg pozitív befolyásolás. Ö Nyilván pont a közösségi média platformszolgáltatóknak a jelenlét és a platformszolgáltatók tulajdoni viszonyai, piaci helyzete az, ami leginkább egy figyelmeztetőjel nem csak a magyar állam, minden szuverén nemzetállam és az Európai Unió számára is, hogy ma már a politikai nyilvánosságban vannak olyan szereplők, akik felett sem egy nemzetállamnak, sem egy olyan integrációnak mint az Európai Unió nincsen valóságos befolyása. Tehát addig, amíg egy magyar NMHH-nál bejegyzett média szereplő felett a törvényességi kontroll tudja gyakorolni mondjuk a magyar médiahatóság. Ez így volt 2010 előtt is, 96 évi egyes törvény óta. A nemzetállami kontroll alól kiszökött platform szolgáltatók, például, amikor egy választási kampányba úgy csatlakoznak be, hogy az egyik parlament bejutásra esélyes pártot egyszerűen leveszik a platformról. Ezekkel szemben hatékonyan nemzetállami eszközökkel nem lehet fellépni. Tehát éppen ezért szerintem igen, azt is fontos látni, hogy ha már a ö, nemzetállami alól kiszökött platformszolgáltatókkal, közösségi platformokkal kapcsolatban nincsen hatékony eszköz egy nemzetállami ö, hatóságnak, akkor érdemes kiúzni a napfényre azt, hogy a közösségi platformon ö, egyébként milyen dezinformációs kísérletek zajlanak, kiket, hány adott esetben az a platform szolgáltató és miért, és ezt a maga eszközeivel próbálja meg hozni. Tehát én azt látom, hogy ennek a szuverenitás védelmi hivatalnak a fő ereje az a nyilvánosságban elég, én ezért is fogalmaztam úgy, hogy Lánci Tamás azért egy, nyilvánvalóan egy kiváló találat erre, mert egyszer egy kitűnő politikai elemző, aki ráadásul megmerítkezett a nyilvánosságban is. Az más kérdés, hogy nyilván azok az akadalmak jogosak, hogy az egész szuverenitás védelmi politikát a következő két évben a 22-26-os ciklus politikai színházának a megtöltésére fogja használni a kabinet. Ezt onnan is lehet látni, hogy mondom, amivel kezdtem is az egészet, hogy nagyobb a füstje, mint a lángja, rengeteg kis kaput nyitva hagyott ez az egész mostani. Tehát ez a 23 évi 78-as törvény. Ugye ja, a törvény a bevezetésben azt fogalmazza meg, hogy a 22-es választás idején az ellenzéki összefogás idegen az Egyesült Államokból érte, érkező pénzügyi segélyt fogadott el igazából. Ön szerint hogyan lehet hatékonyan védelmezni a magyar választási rendszert és azt, hogy semmilyen külföldi befolyásolás ne történjen a választási rendszerünkben, semmilyen pénzügyi, sem más módon? A minimum az lett volna a 23 évi 78-as törvénynél, hogy minden olyan szervezet, legyen az NGO, cég, bárki, aki bármilyen módon beavatkozik a választási kampányba, nem csak a parlamenti önkormányzati LP választási kampányba. Tehát magyarul a jelölt érdekében, akkor is, hogyha a jelöltere nem tartott igényt, a jelölt érdekében kihelyez mondjuk hirdetéseket, akár a hirdetőoszlopokra, akár a közösségi oldalakra és a többi, az ilyen szervezetek innentől kezdve a, törv... a, választási eljárási törvény hatája alá tartoznak, önkéntesen léptek be a törvény hatája alá, és rájuk is ki kell mondani a külföldi támogatás tilalmát. Én azért mondom, hogy egy nem kis kapu, egy ólajtó nyitva maradt a szabályozáson, mert tök jó lehet csinálni a kavalkádot a kormánypropagandában, de hogyha holnap valaki, akiről mondjuk az egyik főpolgármester, egyik főpolgármester jelölt sem ismer. Az egyik főpolgármester jelölt számára alapít egy egyesületet, nyit egy bankszámlát, majd elfogadott milliárd forintnyi összeget mondjuk az Egyesült Államokból, vagy Oroszországból, teljesen mindegy, és az illető, aki erről az egész akcióról nem is tud, a fejével teleplakátolja a várost, a hatóság nem tud fellépni ezzel ellen. Tehát ezért mondom, hogy ez egy, ez egy kicsit egy vakítás ez a törvény, mert a legfontosabb lépés nem lépte meg, hogy bárki, aki belép egy választási kampányba, akkor is, hogyha kéretlenül, tehát hogy a jelölt jelölőszervezetőt erre nem kérte semmilyen módon, nincs is tudomása róla, de belépett a választási kampányba, tehát a választói akaratot befolyásoló üzeneteket, hirdetéseket tesz közzé, vásárol hirdetési felületet, annak a számára ki kell mondani a külföldi támogatás elfogadásának a tilalmát, és ezt nem tette meg a jogalkotó. Hozzáteszem, én, nagyon, én komolyan gondolom azt, hogy a szuverenitás védelmi hivatalnak, ha már a szolgálatok eddig erre, ezek szerint Orbán Viktor szerint nem voltak alkalmasak, hiszen egyébként nem nyújtották volna be ezt a törvényjavaslatot, Ö, nem csak az a dolga, amit a kormánypropaganda eddig mondott, hogy az amerikai befolyásolást föltárja, minden irányból érkező befolyásolásra figyelnie kell, keleti-déli és a többi. És hozzáteszem, hogy itt van egy óriási történelmi feladat, hogy az eze, a szovjet megszállást, tehát 1944 és 1991 között a megszállók által Magyarországon keletkezett akták, Nyilvánossága még mindig nem biztosított. Ott van Moszkvába. Én azt gondolom, hogy annak érdekében is föl kéne lépni ennek a Szuverenitásvédelmi Hivatalnak, hogy a moszkvai kormányzat tegye végre hozzáférhetővé, hogy a szovjet megszállás alatt milyen iratok halmozódtak föl Magyarországról. 2010 óta azért hozzá van szokva Magyarország, hogy bármilyen törvényt is hoz az Európai Unió, ezt nézi, hiszen az Alaptörvény esetében is számos reakciót, illetve véleményt fűzött a Brüsszel a magyar jogalkotáshoz. Mi az Európai Unió választ, és mi lehet az Európai Unió, illetve a nemzetközi közösség válasza erre a törvény, hiszen megszoktuk azt, hogy bármilyen is a törvény, mindig van a Brüsszelnek, illetve az Európai Uniónak véleménye. Ez akkor, amit most itt a felvetése végén mondott, akkor nagyjából itt be is fejezhetjük meg, hogy tök mindegy, mert valóban most volt erről egy, volt EP képviselőnek is erről nyilatkozata, hogy tulajdonképpen ürügy az igazságszolgáltatás is, és a többi, ugye itt az igazi probléma Orbán Viktornak a geopolitikai is, az ukrajnai háború kapcsán is játszik, de akkor nincs is értelme erről ebben az összefüggésben beszélgetni. Egyebekben én őszintén szóval csodálkoztam, hogy a State Department rögtön méltónak tartotta arra a Magyarországot, hogy egy ö, el, frissen elfogadott törvényel kapcsolatban tiltakozását fejezze ki. Ez a törvény ugyanis sokkal lájtosabb, mint ami az Egyesült Államokban hatályban van. Úgy tudom, Izraelben is egyébként egy ennél keményebb törvény van, lókokból, mint amiket elmondtam, hatályban. Az Európai Unión nagyon csodálkoznék, hogyha tiltakozna, mert éppen mondom, az elmúlt hónapokban, október 7-ét követően merült föl nagyon helyesen az uniós döntéshozóknál is, hogy valami hasonló szabályozás az unió egészében és a tagállamokban is szükség lenne. Hangsúlyozom még egyszer, egy szuverenitásvédelmi politika nem pusztán a nyugati, nem pusztán a keleti, és nem is pusztán csak az iszlamista befolyással szemben, hanem minden külsőbe, és nem csak a külállami befolyásolással szemben, minden külső befolyásolással ö, szemben föl kell, hogy lépjen, illetve ezeket nyilvánosan, transzparenség kell, kellene, hogy tegye. Az adás végre egy kis pártpolitikával foglalkoznánk. Szabó Tíme utalta arra, hogy szerinte a háttérben a Fidesz és az LMP el szeretné nyitani Vitézi Dávidot, mint főpolgármesterét. Ön erről mit gondol? én ezt az egész Szabó csatát nyilván nem minden személyes érintettségemtől függetlenül ö, meglehetős meghökkenéssel néztem, és egy rendkívül szürreálisnak tartottam először is, amikor arról szól a magyar belpolitika, hogy nem létező pártok ö, vitáznak egymással, azért az, az tényleg kezd mulatságosá válni. Az, hogy Szabó Tímea azt föl Ungár Péternek, akár alappal, akár alaptalanul, teljesen mindegy, hogy így fogja az elem, azt hiszem pontosan idézek klasszikust, hogy így fogja a vitézin keresztül, vagy nem a, meg az új fővárosi listás rendszeren keresztül a Fidesz betolni az lmp t a fővárosi közgyűlésbe, azt hiszem valami ilyesmit mondott a asszony. Most ez azért rendkívül unatságos, mert a Szabó Tímea által képviselt P nevű formáció, ami véletlenül sem a parazitát takarja, az mióta tíz éve létezik, eddig még soha nem méretszkedett meg egyedül egy ö, mint párt ö, listán. Nem lehetett rá szavazni. Tehát szerintem ez egy magyar politika történeti kuriózunk, hogy tizedik éve úgy van jelen egy frakció, a magyar vagy képviselők úgy vannak jelen egy ö, pártlogóval a Magyarországgyűlésben, hogy azt a pártot, azt a pártlistát soha az ördögben senki nem szavazta be a Magyarországgyűlésben, nem az egyéni képviselőről beszélek, a pártlista meg a pártfrakcióra. Ezek után ők, be, ő beszél arról, hogy kit hogyan tol be a Fidesz a listáján a parlamentbe. Hát ez egy elég érdekes próbálkozás, Nice try, ezt tudom mondani. Ö, javaslom továbbá, hogy a párbeszéd kezdjen sürgősen tárgyalásokat a Fidesz-KDNP-vel a 2026-os kormányváltás érdekében, mert hogyha a párbeszéd föl tud kireckedni a fidesz kdmp is erre 2026-ban, akkor garantált a kormányváltás, mert a fidesz kdmp rettenetesen nagyot fog bukni. Ami Vitézi Dávidot illeti, először is én még mindig lassan kitelik ugye az önkormányzati ciklus, én még mindig nem értem, hogy Tarlós Istvánt miért kellett leváltani négy év után se értem, hogy Tardos István kitűnő munkát végzett Budapesten 9 éven keresztül, miért kellett őt leváltani és elküldeni nyugdíjba, én ezt még mindig nem értem. Vitézi Dávid egy nagyon kitűnő szakember, éppen az imént idézett Tarlós Istvánnal is vitatkozom abban, minden tiszteletem ellenére, hogy egész biztos, hogy Vitézi Dávid nem csak a közlekedési ügyeket illetően lenne jó gazdája Budapestnek, de az az igazság, hogy a szabutimia-féle kirúhanásnak azért egy pici igazság magva van. Vitézi Dávid eddigi felnőtt életében bármilyen kitűnő szakember kizárólag olyan állásokat töltött be, amiket a nerv voltából kapott meg. De azért ennek a kormánynak mégiscsak titkára volt, még akkor is, hogyha nagyon derekossan küzdött Lázár Jánossal, meg másokkal is. Tehát miközben Vitézi Dávidból biztos, hogy nagyon kitűnő főpolgármester lenne, őszintén szóval én kizártnak tartom azt, hogy Vitézi Dávid, Ebbe a Náztáncba, Szappanoperába is, nem hogyha jelöltséget elfogadja, úgy kapcsolódott volna be, hogy erről ő nem kér a karmelitában. Ezt ez teljesen kizártnak tartom. Tehát, aki az elmúlt 14 évvel figyelte a ner a világát, hogy valaki, aki folyamatosan onnan kapott pozíciót, úgy lényeg jön át, hogy nem kérte ehhez engedélyt, ez teljesen kizárt, és azért még két megjegyzésem van ehhez az egészen szürreális történethez, ami itt zajlik. Milyen érdekes, hogy ebbe a kirohanásba a képviselőasszony, ugye miközben Ungár Péter tekézi, hogy az milyen Fidesz-Bérenc, Főemlegeti ezt a eléggé rossz szűzű módon, ezt az opátiai nyaraltatását és a miniszterelnöknek az Ungár világban. Azért én nem tudom, tehát én értem, hogy minden politikai szereplő szeret arra játszani, hogy rövidebb a memória a mai világban. De azért én, én mindenkinek a figyelmébe ajánlanám, hogy amikor ez az opátiai nyaralása, ez az e körüli pattant kipattant Orbán Viktornak, a Momentum derekassan savazta Ungár Pétert, talán még a DK is ebben nem vagyok biztos, a Momentum egész biztosan. Ö, arra nem emlékszem, hogy a P nevű formáció megszólalt volna egészen mostanáig. És milyen érdekes, amikor Orbán Viktor ott fürdőzött az Ungár villa előtt az Adriai tengerbe, mert ebben nem láttuk semmiféle problémát, záruljál bezárva, akkor Szabó Témia nem mondta ezeket a veretes mondatokat, hogy Ungár Péter milyen Orbán Bérenc és miért, pontosan ebben az időszakban a P formáció akkor még az LMP-vel próbált közös listáról alkudni, hogy hát ha az LMP biztosítja Jávor Benedek számára a még öt éves brüsszeli kintartózkodást. Akkor nem számított az, hogy Ungár Péter a az LMP elnök frakcióvezetője, nem számított az, hogy Ungár Péternek az édesanyja Schmidt Mária, és nem számított az, hogy a hosszú hétvégéjét Orbán Viktor az Ungár villában töltötte opátiába. Miután nem jött létre a deal, az LMP, itt tudom én, -e, hogy mi történt ott, lényeg az, hogy az LMP nem fogja biztosítani Jávor Benedek számára az 5 éves brüsszeli kintartózkodást 24 és 29 között. Most hirtelen Szabó Tímjának probléma lett az, hogy Orbán Viktor hónapokkal ezelőtt ott megmártózott az adriai tengerbe. Ez azért úgy eléggé izgalmas, arról nem beszélve, hogy szerintem a nagy érdemű azt sem felejti el, hogy a nevezett szereplők, egymással közös listán indultak, ha úgy tetszik, ez egy párton belüli veszekedés, mindannyian megértemlik egymást, DK, Momentum, Jobbik, LMPP, MSZP, közös pártot alkotva egy választási szövetségben nyerte parlamenti mandátumot. Erről annyit, hogy ki kit tolt be, és ki és hová, és még valamit. Amit Vitézi Dáviddal kapcsolatban elmondott Szabó Tímea, az vagy leírt, ott ugye azért megint csak nagyon szürreális az egész megszólalás, mert közben én is azt gondolom, hogy Vitézi Dávid minden erénye és alkalmassága a tacára, és eddig felnőtt életében kizárólag a NER kegyelméből töltött be pozíciókat, de ez valahogy a Szabó a pártársát bizonyos Karácsony Gergely főpolgármester tud látszik kevésbé szavarta. Mert hogy van az, hogy Vitézi Dávid ezek szerint egy alávaló NER káder, a posztjából ítélve, de akkor mit gondoljunk arról a főpolgármesterről, aki vitézi Dávidot, viszont a legfontosabb fővárosi közmű a BKK igazgatóságába invitálta rögtön az önkormányzati választás után. Akkor Karácsony Gergely is egy Bérenc, ahogy Ungár Péter. Mert Ungár Péter jelöltnek akarja vitézi Dávidot, Karácsony Gergely meg a BKK igazgatósági tagjának akarta vitézi Dávidot. Akkor ki a nagyobb Bérenc, Karácsony Gergely vagy Ungár Péter? Ez egy nehéz kérdés, és lehet, hogy szabó téma is. Majd a választók erre felehetet fognak adni szerintem június 9-én. Ez a Világnézet volt Sifer Andrással. Köszönjük, hogy elfogadtál meg hívásunkat.